Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel április 9-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint ezen a napon a hold az Ashvini holdházban van. Az Ashvinik az két testvér, és gyógyítanak. Ennek az Ashvini holdháznak van gyógyító ereje. Tehát, ha betegségekről van szó, akkor ezen a napon javul a helyzet. Itt egészségügyi témákról is szó van, és azt is jelentheti ez a holdház, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ő dolgozik ezen a területen, és ezen a napon vannak jó ajánlatok, vagy sikerek a munkahelyet illetően. Április 9-én a hold eléri Merkur bolygót, és együtt hatnak. A hold jelentheti az anyukát, vagy anyai témákat, Merkur bolygó pedig utal a kommunikációra. Ez lehet egy beszélgetés az anyukával, vagy beszélgetések anyai témákról. A hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, tehát utal az érzelmeinkre, és ezen a napon megvan arra lehetőség, hogy érzelmekkel közeledjünk egymáshoz, hogy érzelmekről beszéljünk. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A gondolatait felül látjuk. Ott van az özvegy férfi, meg a szerencse, egy jó üzenet. Az özvegy férfi az jelenthet egy idősebb férfit is, mint például az apukáját, és ott lesz egy jó hír, egy jó kapcsolat. Az özvegy férfi jelenthet egy örökösödési ügyet is, és itt is látható a mozgás, megvan a siker, lesz egy jó hír. Az özvegy férfi jelentheti az ő tartását, hogy szomorú, hogy visszahúzódó, hogy egyedül van, és egyedül érzi magát. Azt is jelenthetik a képek, hogy te úgy gondoltad eddig, hogy volt valakie, de az özvegy férfi akkor azt jelenti, nem, nincs nála senki, hiszen egyedül van, sőt, egyedül érzi magát, és ez számodra egy jó üzenet, itt lesz egy szerencsés fordulat. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Ott van a vita, a veszekedés, a bosszúság, és látható a veszteség. Lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit, és ez bosszantja őt. Lehet, hogy tényleg itt egy örökösödési ügy van, és itt vannak viták, veszekedések, nem kellemes ez a helyzet. De a veszteség kártyája tud segíteni is. Hiszen ha voltak a múltban bosszúságok, viták, veszekedések, akkor a veszteség kártyája el tudja távolítani ezt a helyzetet. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható a lovas hintó és a ház. A lovas hintó jelent egy utazást, vagy elutaztok valahova, vagy ő messze él
és meg akar látogatni téged. Vagy azt is jelentheti az utazás kártyája, hogy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha meglátogatnád őt. A ház lehet egy közös otthon tervezése is, és az utazás jelenti a változásokat. Ez lehet például költözködés is. A ház utalhat családi kapcsolatokra, és az utazás vagy azt jelentheti, hogy a család messze él, vagy külföldön él, vagy azt is jelentheti az utazás kártyája, hogy a családon belül lesz mozgás, lesznek változások. De szerintem itt arról van szó, hogy meg akar látogatni téged, és tervez veled együtt egy utazást. Mi fűz össze benneteket, az középen van, ezt a magyar kártyát a férjem készítette, itt betűkről és a rovás írásról van szó. A mai napon a B betűt húztam ki, ez lehet valakinek a neve, vagy egy helység, vagy egy fogalom. Leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra a B betű. Nekem Béla jut eszembe, vagy Beáta, vagy Barbara. Mint város, Budapest, vagy Balaton, egy helység. Azon kívül egy fogalom az lehet a bátorság, vagy ahogy a kártya mutatja, ott alul bal oldalon a bosszúság, ezt is jelentheti a B betű. A régi írásmód középen van, ez olyan, mint egy X. Ez jelenthet egy fontos találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik. Vagy azt is jelentheti ez a szimbólum, hogy visszahúzódtok oda középre, és középről tekintitek a dolgokat, és odafigyeltek több irányra, és eldöntitek, hogyan tovább. Északra, vagy délre, nyugatra, vagy keletre, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, lehetnek döntések is. A germánoknál is van ilyen régi írásmód, ők ezt rúnának nevezik, ami alul bal oldalon látható, ott is van ez az X jel, ez a rúna, és ez a rúna azt jelenti, hogy valaki közeledik hozzád, és megajándékoz téged. Látható a képen, ez a férfi átnyújtja ezt az arany kelyhet, és a táró kártyáknál a kelyhek utalnak érzelmekre, érzelmekkel közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit. A napi energia kártya jobb oldalon látható. Itt van egy hölgy, és a kezében van egy pohár. Ez a pohár szintén a kelyhekre utal, tehát itt is érzelmekről van szó. A hölgy úgy figyelgeti a poharat, tehát odafigyel a saját érzelmeire, vagy ez alapján hoz döntéseket, vagy lezárja a félelmeket, bizonytalanságokat, benne van egy transformációban, és éli a pozitív érzelmeket, a bizalmat, a szeretetet, a szerelmet, és ez az üzenet, ezen a napon figyelj oda a saját érzelmeidre. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a B betű, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!